Nézzük is meg, hogy akkor a bolti álladónak miket is kell tudnia a csemegepulttal kapcsolatban. A csemegepult ő, hat részre oszlik fel. Tehát hat része van. Ugye az első az a vörösáru, a második a májasok, a harmadik a felvágottak. Ugye ezen belül a sonkafélék például. Negyedik, ugye a száraz szalámig, ötödik a füstöltárú, hatodik a kolbászok. Tehát akkor ismételjük át még egyszer. Első vörösárú, második májasok, harmadik felvágottak, negyedik a száraz szalámig, ötödik a füstöltárú, hatodik a kolbászok. A vörösárú ugye a krinolinok, virslik, lecsókolbász, debreceni kolbász, ez a vörös áruhoz tartozik. A májasok, ugye a sertés, borjú, borjú ugye a borjú lehet egyébként ö, sült hagymás, sima és majorannás is, illetve van még kacsamájas is. Harmadik, ugye a felvágottak, ugye a sonkafélék, pújkák, párizsi félék, aszpikos, füstölt tarja, Milánó is És ötödik a füstölt áru. Meg ugye előtte a negyedik a száraz szalámik, azt kihagytam. Hatodik meg fajta kolbász, ugye kolbászfélék. Érdemes, illetve kötelező is. Ugye nem tudom, hogyan mutassam. Ugye amik itt ki vannak rakva, ezek alatt egy ilyen kis tálcácska van. Azt folyamatosan tisztán kell tartani. Tehát délőtt is, meg délután is, meg napkezdéskor is el kell mosni ezeket a tálcákat. Amik ugye az áru alatt vannak, ugye a felvágottak alatt, meg mi egyéb alatt, ugye mind, mindegyiken, mindegyik termék alatt tálca van. A csemegepultban mindig nyomkövetés van. Tehát mindig nyomon kell követni, hogy a, be, a beérkezett húst, ugye, meg amit kirakunk a húspultba. Ugye megvan a szigorú HACCP szabályok szerint kell eljárni, ugye? Például a virslik esetében három nap nyomonkövetés van. Tehát azt jelenti, hogy három nap után, hogyha a pultból nem sikerül eladni a virslit, akkor le kell selejtezni. Tehát emberi fogyasztásra alkalmatlan minősítést fog kapni. Ugye a májasból is három nap, tehát a májfélékre. Tehát májasoknak is szintén három nap. A nyomon követése. De... Van szeletelt pározsi, például az ilyen szeletelt pározsi féléknek egy nap nyomon kivetési ideje. Úgyhogy amit felszeletelünk, azt általában 24 óra, tehát egy nap az 24 óra, 24 óráig lehet kinn a pultba. Utána emberi fogyasztásra alkalmatlan minősítést fog kapni, hiszen nem értékesíthetjük tovább. Tehát a húspultban, amik le vannak szelve, azokat egy nap alatt el kell adni. Ha úgy gondoljuk mi ott a pultba, mint eladók, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog eladni, akkor az árát ugye lejjebb kell kicsit vinni, hogy nap végére mindenképp elfogjon, mert ha nem sikerül, akkor emberi fogyasztásra alkalmatlan minősítést kap. Egyébként minden felszeletett termékre igaz, az, hogy 24 óra után se lejtezni kell, ezt kihangsúlyozom. A nyomonkövetéseket, mert ugye mindig kell csinálni nyomonkövetéseket, azt, amit mondtam például vésleni három nap, a májusoknál szintén három nap, a felszeletelt dolgoknál egy nap, és ezt egy nyom nyomkövetési naplóba kell rögzíteni, és ezeket egy évig kell őrizni, tehát egy évre visszamenőleg meg kell őrizni a nyomonkövetési lapokat. Ha esetleg egy vevő azzal a kérése fordulna hozzánk, hogy ő laktózérzékeny, akkor a következőt tudjuk neki ajánlani. Például Gyulai Kenőmájas laktózérzékenyek részére, és a PIK Párizsi szintén laktózérzékenyek részére lehet ajánlani. Illetve, ugye, ö, vannak ilyen kis mérlegek, nem tudom mennyire látszik itt a képen. Ugye úgy van, hogy lapot kell tenni rá, hogyha mit én azt mondják 10 a párizsi, akkor rátesszük azt a papírlapot, ami majd ugye a csomagolóanyag lesz, utána ráhelyezzük azt a 10 a párizsit, de tárázni kell előtte a papírlapot. Mit tűnő, 0,002? Például egy kisebb papírlap tömege. Ezt ugye le kell tárázni. Kötelező tárázni egyébként. Tehát az azt jelenti, hogy ez a tára, tehát maga a csomagoló lap súlya. Tehát azt mindig bele kell számolni. takarítani is kell, egyébként itt a húspult belső részénél, illetve magát az egész húspultot is kötelező takarítani. Erről egy takarát, takarítási naplót kell vezetni. A húspultban egyébként az eladóknak kötelező a kötény és a kesztyű viselése. Úgy nem nyúlhatnak az áruhoz, hogyha nincs rajt kesztyű és kötény. illetve amit még elfelejtettem mondani, ugye a selejtezett, tehát az emberi fogyasztásra alkalmatlan árukat, azt elkülönítve kell tárolni. Hiszen nem rakhatjuk a mellé az áruk mellé, ott a raktárba, a hűtőraktárba, ahol ugye a fogyasztásra alkalmas termékek vannak. Tehát teljesen külön ö, helyre kell tennünk őket, nem rakhatjuk egybe. Minden tábla, ott az árnál, amik itt a húspultban vannak, allergén kóddal vannak ellátva. Tehát a vevő azt tudni fogja, hogy egy táblához, ugye ki vannak írva allergén kódok, és itt így felül megírják az allergén kódok jelentését. Tehát tudni fogja, hogy mit tartalmaz az, az adott anyag, és ha valamire esetleg érzékeny, akkor tudni fogja, hogy mit vegyen. Ha esetleg nem, mint például a laktózérzékenyeknél, akkor ajánlhatjuk neki persze természetesen a gyulai kenőmájast, meg a pikpárosit. És ugye, amit még elfelejtettem mondani, a szeletelőgépek, mert ugye ezeket a párizsikat ugye beérkeznek ilyen nagy tömbe, és ugye ezeket fel kell szállni szeletelőgéppel. Ezeket a szeletelőgépeket műszak végén, tehát mikor zár a bolt, bolt ugye tisztítani kell. Kötelező rendet rakni, mindent a helyére tenni, mindent elmosni, ott a előkészítő pulton is, a mérlegeken is elmosni a felületeket, üvegeket tisztán tartani, az üvegfelületeket, illetve amit mondtam a tárcákat, de hát azt amúgy is napközben is tisztán kell tartani. És nagyjából szerintem a Élelmiszer és vegyáró eladó gyakorlati elméletből ennyit tudtam elmondani. Remélem hasznos volt, és további jó tanulást kívánok!